A Magyar Közút töltötte fel ezt a videót május közepén. Egy fedélzeti kamera rögzítette az életveszélyes balesetet Városlőd környékén. Kaszáló munkagépet biztosítottak kétkezi forgalomirányítással a szakemberek. Nem ez volt az egyetlen ijesztő és ilyen tragédiával végződő szituáció az elmúlt időszakban. A 19 megyében összesen 32 ezer kilométernyi út és 526 millió négyzetméternyi zöld terület van a Magyar Közút ZRT kezelésében. Ezeket 6 ezer fő munkavállaló felügyeli. Megyénkben 2272 kilométer úthálózaton közel 410 fő dolgozik, akik nap mint nap ilyen és ehhez hasonló balesetveszélyes helyzetekkel néznek szembe. A legtöbb potenciális baleseti helyzet mégis a gyorsforgalmi úthálózaton alakul ki, ahol a nagy sebesség különbségből adódóan a járművekkel a fő- és mellékúthálózatokhoz képest lényegesebben gyorsabban közlekednek. A legtöbb baleset a munkateletek kezdeténél történik, mert vagy nem engedik be az elfogyó sávra az autósok egymást, vagy figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, vagy még úgy gondolják a gépjárművezetők, hogy 2-3-4 autóval előrébb is beférek, és talán annyival előrébb leszek, és sok esetben ennek következtében becsapódnak a munkateleten a munkavégzők közé. Ilyenkor nem csak az eszközök rongálódnak meg, sok esetben emberi sérülések is keletkeznek. Néha megúszák kisebb zúzódásokkal, de gyakori a 8 napon túlgyógyuló sérülés, és nem egyszer előfordult már halálos baleset is. Ezek csökkentése érdekében hozta létre a társaság a legújabb nem véletlen kampányt. Saját munkavállalóink védelme érdekében több országos figyelemfelhívó kampányt is indított. Az aktív és passzív biztonsági intézkedések mellett pedig kiemelten kérjük az autósokat, hogy minden esetben a munkateletek sebességkorlátozásai szabályait betartva és fokozott figyelemmel haladjanak a közúton munkát végző kollégáink mellett. A társaság videókkal és bejegyzésekkel kívánja felhívni a figyelmet az útfelújítások és növényzetgondozási munkálatok területén kihelyezett sebességkorlátozásokra. Elég egy röpke pillantás a telefon képernyőjére, vagy egy csatornaváltás a rádión, és rögtön baj történhet. Ezeken a figyelmetlenségeken könnyedén emberéletek is múlhatnak. A közlekedőknek érdemes még utazás előtt minden esetben tájékozódniuk az országos közúthálózaton végzett munkákról és korlátozásokról a www.útinform.hu oldalon. Így már előre megtervezhetik az optimális útvonalukat, felkészülve az adott útszakaszon található munkaterületekre is.